Sorakoznak az autók a 41-es főúton napkornál. Félpályán haladhatnak csak az arra közlekedők, és jelzőlámpa irányítja a forgalmat. A település bevezető útszakasza minden irányból korlátozva van. Így akik a főútról vagy Sényű irányából szeretnének napkor központja felé haladni, kerülniük kell, és ugyanez igaz azokra is, akik a település felől szeretnének áthaladni a csomóponton. Egy hete kezdődtek el a munkálatok itt a 41-es főút napkor Sényű kereszteződésénél. A körforgalom átadását júliusra tervezik, addig az erre közlekedő autósoknak folyamatosan forgalomkorlátozásokra kell számítaniuk. Ezen a szakaszon egyébként több ezer autó halad el naponta, a nehéz beláthatóság miatt a kereszteződés számos komoly vagy akár végzetes baleset helyszíne volt. A beruházás több más útépítési és felújítási munkálatokkal együtt Európai Uniós forrásból valósítja meg a Magyar Közút, mondta el korábban Óvári László megyei igazgató. Területi és településfejlesztési operatív program keretén belül újulhat meg a Nyírtura-Nyíradony összekötő út közel 10 kilométeres hosszon. Vásárosnaményi és Mátészalka belterületi szakasza, valamint a 41-es számú főúton napkoron és leveleken két körforgalom építése valósulhat meg. Ennek a programnak köszönhetően tervezzük további hat útszakasz felújítását, mely érinti Komlót, Tótfalú, Fehérgyarmat, Bökönny, Jánk, Majtis, Szabosveres, Mart és Tiszadob településeket is. Kátyúzásokhoz és újraaszfaltozásokhoz pedig a Magyar Falu program is forrást biztosít. Ennek keretében idén több mint 11 milliárd forint jut fejlesztésekre, ez közel 50 útszakasz felújítását jelenti a megyében.